Szeretnéd olcsón beszerezni az új FIFA 23-at? Vagy csak FIFA pontot szeretnél vásárolni? Esetleg egy új játékra vágysz? Akkor látogass meg az Eneba oldalát, amelyen közel 20 000 digitális termék közül választhatsz. Az oldal teljes mértékben biztonságos, ezt a közel 93 000 Trustpilot értékelés is alátámasztja, a supportjuk pedig a nap 24 órájában elérhető, ha bármi problémád adódna. Minden fontosabb információt megtalálsz a leírásban. Sziasztok és üdvözlök mindenkit, én Krisztián vagyok, és ebben a videóban ismételten elérkeztünk a Draft to Glory sorozatunk következő epizódjához. Ebben a részben nem másról lesz szó, mint a legrövidebb hajú játékosokat fogjuk kiválasztani, és ezekkel fogunk lejátszani bizonyos mérkőzéseket, úgyhogy lássuk tehát a kopasz draftot. 300 FIFA ponttal fogunk ismételten draftozgatni. Van egy 4-3-3, egy 4-2-3-1, egy 3-4-1-2, egy 3-5-2 és egy 4-1-2-1-2. Hát most még a 4-3-3-on gondolkodom, de az a baj, hogy CF játékos nem nagyon fogunk kapni, úgyhogy szerintem a 4-1-2-1-2-nél maradunk. Lássuk az elsőt. Hú. Hát itt nem lesz egyszerű a döntés, de én mindenképpen azt mondanám, hogy szerintem Mbappé-nak van a legrövidebb haja. Nyilvánvaló, hogy akinek, tehát ahol bead olyat, hogy nincs kopasz játékos, ott nyilván a legrövidebb hajú játékost fogom kiválasztani, úgyhogy Mbappé lesz az első választottunk. Nézzük a következőt. Hát neki hosszú, neki azért viszonylag... Igazából szerintem itt két játékos, Al-Shehir, vagy ki a tököm, és Govu közt lehetne választani. Talán én a Govut, mivel neki hátul is fel van nyírva, én azért mondanám ezt a játékost, hogy neki talán a legeslegrövidebb. Hát itt talán az Al-Ovairant mondanám. Ugye még Lucas Vázqueznek van itt oldalt felnyírva, de szerintem sokkal hosszabb a haja összességében, mint mondjuk Al-Ovairannak. Nehéz választás, Al-Ovairant kivesszük, azt hello. Hogyha bármelyik döntésemmel nem értetek egyet, akkor azt a komment szekcióban majd jelezzétek. Én itt mindenképpen a Thiagót mondanám. Hú, az a Marquisio kártya de finom lett volna, de ez a Thiago lesz, mert egyértelmű, hogy neki van a legeslegrövidebb haja. Oké, nézzük a következő játékost. Hát itt szerintem a Yaya Touré és a William Carvalho az a kettő játékos, akinek a legrövidebb van, hát nyilván a Yaya Touré-t fogjuk kivenni. Szerintem itt a Matip, a Rüdigernek is hasonló, de minthogyha nekem úgy tűnne, meg még szakállas is, azt is hajnak vehetjük. Nem igaz, azt azért nem fogjuk nézni, de én a Matipot fogom kivenni, mert nekem ő tűnik a legrövidebb hajú játékosnak. Hát itt szerintem egyértelmű lesz, hogy Fofana testvérünk, mert full kopasz a tesizsák. Következő az Volker lesz, szerintem ez teljesen egyértelmű. Hát Ter Stegennek viszont rövidebbnek tűnik a képen, úgyhogy én őt fogom berakni. Na ez viszont nehéz választás. Capdevila semmiképp, Frimpong semmiképp, Dumfries se. Vagy a Jordi Alba, vagy a James. De én a Jordi Albát mondanám. Következő játékosunk. Hú. Ó, bassza meg a ló. Hát igazából Fekir talán, de Pablo Maffeónak is hosszú, vagy rövidnek tűnik, de én a Fekirre szavazok itt. Na okés, hát így néz ki a kezdőkeretünk. Az a Matip az elég húgy meleg, meg a középpályára a Wijnaldum helyett behozzuk majd a Fekir tesomst, és az úgy egészen jó lehet szerintem. Keressük is akkor, srácok, az első ellenfelünket, lássuk, hogy a legkopaszabb draft hogy fog sikerülni. Al-Ovairan! Gyönyörű szép! Ez az. Van Nil. Az nagy. Al-Ovairan! 2-0! Gyönyörű szép. Fú, de bebaszta ballal. Kis labda. Be kell rugni, így van, Bappe! 3-0! Szű! Gyönyörű szép, Bappe tesóm!
Ki is lehet lépni töki, köszi cső. Hát ez volt srácok, az első győzelmünk a Draft to Glory sorozatban, ugyanis végre valahára nem szakadt meg a mérkőzés az EA szerverekkel. Úgyhogy tulajdonképpen keressük is a második ellenfelünket, és végigjátsszuk ezt a draftot addig, ameddig esetlegesen nem ér minket egy vereség. Hát ő is ez az only szélen lefutok emberke lesz, sajnos. Ez csak azért rossz, mert konkrétan ez ellen nem lehet mit csinálni. Tehát tavaly se lehetett, meg idén se lehet. Be kell emelned? Gratulálok. Nem tudom ennél erősebben húzni. Mbappé! Mekkora helyzet! Gól! Így van! Gomu! Bebaszod! Gyönyörű szép tesi zsákom! Megint milyen gól. Mit csinál középen? Semmit. Semmit az égvilágon. Hogy veszi le? Most őszintén, hogy veszi le a labdát Yaya Touré? Hát te geci, vedd már le! Könyörgöm! Köszönöm szépen! Ne ott tűzit csinálj már! Bazd meg, de te... Hát szétszopat a gém! Ez nevetséges. Hallod, beállok a játékos elé, és összeesik, és 11-es. Hát jól van. Én ezzel nem tudok mit csinálni, tényleg. Hát ezt mindenki látja, hogy mit csinál. Bohócot csinál belőlem a játék. Ah, geci, hát mit csináljak 40-es futásúval? Gól. I'm done! I'm so fucking done! Hát, vág úr, ezt majd vágjuk már össze megint, légy szíves. Köszönöm szépen. Az is full pontos labda. Az is gól. Na, hát akkor szeretném megkérdezni a kedves nézőközönséget, hogy mit csinál a játék olyankor, mikor megnyomom, hogy bassza előre a labdát. Becsúszik. Mit csináljak? Én ezt a Ronaldót, sőt a 95-ös verziát megkaptam draftba, megmozdulni nem bírt, most minden egyes beadás, indítás, minden atompontos, mindent berúg. Na, egyik meccsen ez történik, másikon az történik. Na, srácok, ennyi lett volna most ez a videó, én nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki megnézte. Nem szeretném amúgy tényleg kommentálni ezt a mérkőzést, tehát igazából minden egyes meccsen folyamatosan ugyanaz történik, nálatok is pontosan ugyanaz, mint nálam. Nem csodálkozom azon egyáltalán egy percig sem, hogy ti leraktátok ezt a játékot, mert pontosan jól látom azt magán a nézőszámokon is mindenen, hogy úgy az egész FIFA community elengedte ezt az idei játékot, mert értelmetlen, és maximálisan egyet tudok vele érteni. Úgyhogy ennyi meg egy Bambi, ha ettől függetlenül tetszett, srácok, a videó, akkor mindenképp jelezzetek egy lájkkal, illetve ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornára, és találkozunk a következő videóban, vagy élőadás formájában. Ciao, szevasztok!